1920-ban épült katolikus iskolaként a mai Vásárhelyi Pál építőipari és környezetvédelmi vízügyi szakgimnázium 1969 óta működik Évisként. Azóta nem volt nagymértékű beruházás az épület életében. Most azonban egy közel 630 millió forintos toppos pályázat részeként 142 millió forintból jelentősen megújult az intézmény. A városvezetés kiemelten támogatja a gyerekek nevelésének, oktatásának támogatását, itt az infrastruktúrális körülményekre gondolok, hiszen itt is teljes fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere, illetve hát az akadálymentesítéstől kezdve homlokzati szigetelésig olyan beruházások történtek, amiknek kettős haszna van. Az elsődleges közvetlen cél a fűtési rendszer fenntartási költségeinek csökkentése, másrészt az iskolai oktatás és nevelés körülményeinek javítása. Most jelenleg a mostani beiskolázásunkkal együtt 525 nappal is diákunk van, és még jelentkező lehet hozzánk többféle ágazatba, a felnőtt oktatás keretén belül felnőttekkel együtt olyan 650 fő a diák létszám. Ezt kell nekünk kiszolgálni. Én úgy gondolom, hogy vannak egyedi képzéseink is, tehát a építészet mellett ugye a vízügyi képzés az itt a legközelebb hozzánk, Szolnokon található, illetve Békéscsabán. Tehát a környék vízügyi képzéseinek, illetve szakemberének a javarészét is mi látjuk el. A bajai víztudományi kardiákjainak 70%-a például a nyíregyházi Évízből érkezik. Ezért is foglal el fontos helyet az oktatási intézmény a Nyíregyházi Szakképzési Centrum tagintézményeinek sorában. Ezért korábban egy országos projekt részeként napelemrendszert is telepítettek a tetőre. Azt mondom, kiemelkedő az iskola, mert ugye egyedi profillal rendelkezik a centrumi iskolai közösség. Azt mondta, hogy igazán is a megyében, talán a régióban is egyedi közösségi struktúrával bír. Építőipar, vízügy, környezetvédelem, ugye ez nagyon messze a legközelebb iskola, ami igazából ilyen gyerekeket képez. És ennek köszönhetően is igazából jó gyermekeit vannak, jó a beiskolázási arányuk is, és rendelcsős versenyeik vannak. A kivitelezési munkálatok zavartalanul befejeződtek. Szeptember 2-án fennakadás nélkül kezdhetik meg az iskolát a diákok.